musta na vägre. Så. Gå inte din bekrascha dig. Oh. Nu är det just inte bra. Bim! Yay! Det är ett hot one edge. Så är det med hit på hot. Och så edge. Ja. Ich weiß ja, das weiß ich mir nicht mehr. Mehr weget, hat mir gerade gesehen, hier war das schon anders. Der. Bocker. Da fuhr ich auch dazu da Hétből kettő az 6-ból 1, egy ilyen. Hétből 2 az 5, de 6-ból 1 is 5. Úgyhogy 5-5, 55. Itt meg 57, 54, 55. Bim. És itt meg 6, 4, 64. 6 meg 4, 10, 5 meg 5, 10. Bim. Meg tudjuk 10. Újra egy pálya, ez most nem. Hanem egy térben lévő démonra megyünk rá, nem más, mint a Screampunk. Igen, tudom, ez már 80.000. Démon, amit itt elkezdek. Még el is kezdek videóban, nem hogy... Csak úgy tervezgetem, mert abból aztán van rengeteg, szám szerint 49. De tudom, hogy ez már kb. Az ötödik, most tényleg. Minden vicc nélkül. Olyan démon, amiben belekezdek, aztán így fel van függesztve, abba hagyom. De most nagyon izgatott vagyok, nagyon, nem tudom, hogy mondják ezt. Nagyon lelkes, hogy úgy mondjam, hoppá, így fókuszál, így meg már nem fókuszál. Fókuszál, nem fókuszál, annyira. Nem tudom, nem fura, akkor kicsit közelebb fogom tartani, srácok. Szóval, egy a Révin nevű ember az utóbbi napokban vagy hetekben, a egyik kedvenc készítőmé nőtte ki magát. Semmi más, soha nem foglalkozik nagyon, mint ilyen elektronikus, vagy hát ilyen inkább ilyen számítógépes világbeli dolgokkal. És ezekből készít zseniális pályákat, amiket Nexus és New Looking Pro is mind-mind lehoznak, mert zseniálisak komolyan. Van kettő, van egy csomó pálya egyébként, 62. Úgyhogy tudni akarjátok. Az utóbbi időben Firewallon kívül van két démonja, volt kettő rated démonja, mindkettő medium démon, és mindkettő lángoló medium démon ugyanúgy. Az egyik a Video Game Maniac, Jester a zenéje. Screampunk, ennek is Jester a zenéje, és persze mindkettőt Révin készítette, mert akkor mérjelnek itt. Ugye Révin's Levels-nél, ugyanannál a készítőnél természetesen. Ez egyiken 2%-on van, mert az azért nehezebb, mint ez. Máskor meg ugye 47%, és ez a bizonyos Screampunk. Na most a kettőnek megegyezik a tematikája, de mégis valahogy teljesen más. Nem a, hát a, maga az egésznek az atmoszférája, hangulata, ez olyan, mintha egy ilyen játék, vagy a való világból egy ilyen játékvilágba csöppentünk volna bele hirtelen, és akkor ott mindenféle, mit tudom én, hogy mondjak egy példát, Donkey Kong, ez már nem egy példa lesz, de Super Mario, többet így hirtelen is tudok, ami ugye a híres pályában is feltűnik, de ezeket azért biztos ismeritek, azért ti is csak. Ugye van, a Screampunk pedig inkább egy ilyen, azt a pályát, ezt nem tudom ehhez hasonlítani, ehhez a vizuális agymasszázshoz lényegében, mert ez konkrétan ez egy ilyen nyugtató agymasszázs ez a pálya, a Screampunk. Szóval próbából 47%-ot tudtam elérni rajta, videón kívül természetesen lángoló medium démon, 10 csillag van rajta, egy coin long, normál mód 47%, praktis mód 100% zene alatt, a Jester H2O Ghost zenéje. A zenének az ID-je 9877-tel kezdődik, nem tudom az utolsó egy vagy két számjegyét, mindegy mérete, nem tudom a zenének vagy a pályának, az 6 egész, nem tudom mennyi van, utána még egy vagy kettő számjegy, ahol látom, 20, tehát 6,2, lényegben 20%, 6,2 megabyte, ugye a, nem tudom most a pályának vagy a zenének a mérete, ezt legalább tudom, hogy ez a zenének az ID-ja, de ennek meg nem tudom az utolsó, vagy jól látom, két számjegyét, vagy most már látom, 9877-92. Hát, ja. 98-77-92. Mi van, hogyha bejutom ezek a keresőbe? 98-77-92. Song. Hello? 98-77-92. Úgy halul, jól láttam meg, ha jól emlékszem. Jól emlékszem szerintem. Bim. Szerektelek. Na. Halló? Miért nem megy ez lejjebb?
Ja, hogy ez... Ja, de hülye vagyok! Áha! És itt vannak ezek a pályák, amivel, amik ezzel a zenével rendelkeznek. Tehát, hogyha két helyre írod be, csak az egyik helyre, vagy ide, vagy oda. Mondjuk oda nem hat. Mert oda csak a pályának az ID-ját szabad beírni. Itt viszont, hogyha beütöd, hogy song, ugye a zene nevét, és akkor odaírod a... Na, a zenének az ID-ját, hogyha... 98-92 a... Nem a Screampunknak, a Jesternek, ugye magának a zenének a neve. Na jó, de most már... De rengeteg-rengeteg duma után bele csöppeltünk ebbe a mesterműbe végre. Szóval igazából, ja, ez lenne a Screampunk. Vagy hát nem ez lenne, hanem úgy értve, hogy ez lesz, mert még nem láttátok. Most, ha nem láttátok, mert hogy Nexusnál vagy Nublikin Prónál, akkor most már nem látjátok először. De jó, nekem még mindig azon a véleményem vagyok, hogy zseniális pálya mindkettő. Videogame Maniac is, meg mind a Screampunk is. Ez a révén pedig top 5. Ne, top 5. Hát szerintem top 5 készítőm be. Benne van. Kis túlzással. De azért top 10-be tudja, hogy benne van. De azért top 5-öt se akarok mondani, mert az meg már túl. Tehát hogy oda már tényleg a nagyon nagy kedvenceim kerülnek. De szerintem azért ez meg ilyen nagyon top 7-et. Hogyha már top 7. Én nem tudom, mindegy. Javassuk. Kicsit laggos a pályája, nyilván, mert tele van agyonnyomva ilyen díszítésekkel, amik egyébként zseniálisak. Igen, itt nagyon ki kell centizni, ez rohadt nehéz timing egyébként, nem tűnik annak. És az egész pálya nem tűnik rohadt nehéznek, de higgyétek el nekem, hogy az. Tehát, hogy azért... Srácok... Nem véletlenül lángoló médium démon. Szóval előző, most így kapásból tudnék felsorolni egy olyan 3-4 démont, amit elkezdtem az utolsó köbö maximum egy hétbe. Na mindegy, az egyik az egy meglepetés démon lesz természetesen. Minden hétre kell egy olyan, vagy hát nem meglepetés, nem minden hétre, hanem úgy értem, hogy előző héten is, vagy az előtt volt már az izé. Na hát az előtt volt már, tudjátok, amikor 3 démon kivittem egy videóban. Persze ugye össze volt vágva a 300%-os menet. Na és itt kezd el nagyon laggolni a pálya. Úgy hiszem a Kanna Machine Sadrop. Igen, Kanna Machine Sadrop. Sadropos videó volt. A másik az ugye már Sakupeneg, azt látjátok ti is, nyilvános. Ezt ugye mindenki tudja, hogy ezt elindítottam kivinni azt a pályát. Az is egy médium témon, úgyhogy nagyon jó. Íh, ha hallod. Ezeket ki kell kerülni, annyit tok, főni. Más nagyon nem tok. Félig eltünerezik a vévünk. Jaj! És a speed up! Na, most már egy kicsit kijött ebből a lagból, de még mindig nem 100-as a cucc. Oh, nem hiszem el, 45%. 47 a rekord. Hát, geci, nem jártunk messze, srácok. 2%-ra voltunk az új rekordtól. Ne! Se baj, a lényeg az, hogy legalább elmondhattam, hogy mennyire szeretem Ravinnak a pályáit. Nyilván nem Ravin szeretem, hanem a Ravinnak a pályáit. Nem egyik, mint Ravinnek kell nyilván kiejteni, csak szeretem Ravinnak kimondani, mert nem tudom mi. Mert Ravin. Biztos ez is valami videó játék fanatikus ez a csávó, hogy adjon nyomja izé. Kenni neki az izéket, videójátékokat, ezeken nőtt fel. Mármint nem az Xbox, meg PS, meg ilyeneken, ó, de hogy nem, bazeg az izé. Tetris, Donkey Kong, Super Mario. Ezt elcsesztem. Az egy rohadt nehéz timing amúgy. Az eleje az a pálya legkönnyebb része egyébként. Utána már csak egyre durvább lesz, a végén pedig a legnehezebb része. Az egyik a legnehezebb része az egész pályában, tehát szerintem talán a legnehezebb az egész pályának. Szóval, ja, ennyit akartam azt sem mondani. Meg ugye van még a Conformity, az is az a Yeezy démon, ugye, amit tervezek, elkezdtem és nem fejeztem be. Meg régebbről, régebbről, meg már... Jó, srácok, inkább nem is mondanám, ott a Brainwash, a No Way Out, a Colossus, a Katarzis.
Már kapásból 4, plusz még akkor most ugye a Conformity az 5, Sakupeneg 6, Meglepetés Démon 7, egyébként az is egy easy démon, ennyit elárulok, de rohadt nehéz, egyik legnehezebb easy démon az egész játékban, szóval megéri, majd érdemes lesz megnézni arról, az arról készült videót. Nyilván majd látni fogjátok a címbe, hogyha ki fogom írni, valamilyen jelet fogok adni rá, hogy ez az a bizonyos meglepetés démon, amiről ebben a videóban például szó volt, de még szó fog esni róla, azt tuti. Majd egy következő videóban talán... Wow, az mondat első felében azt mondom tuti, aztán utána a második felében kb. Nem egészen 2 másodperc múlva, meg már azt mondom, hogy talán. Az gyors véleményváltozás. Hát, van ilyen. Jó, jön a szaggatós rész, szerencsére csak olyan 5 másodpercig kb. Jó, hát ez is szaggat, de azért ez már nem annyira durván, mint tényleg az elején, mert az elején az már egy másik szintje a laggolásnak konkrétan. Na, se baj. Jó, ne. Lejci, még egy rekord így a videó végére, gyönyörű lenne egyébként. Hát, vagy nem. Amint, hogy nyilván gyönyörű lenne, de lehet, hogy nem lesz. Remélem, hogy lesz, nyilván remélem, hát azért milyen lezárása. Egy epikus lezárás lenne ennek a videónak. Úr, de szaggat, azt a rohadt. Én meg fogok itt halni. Come on, Moni, hallod? Come on! Jó, menjünk a robotra. Lejci, ne csesz fel. Híne.